Korábbi években semmilyen pályázaton nem indult és jelentősebb fejlesztések sem történtek Kocsordon, ezen szeretne változtatni a jelenlegi jobbikos polgármester Földi István, aki időközi választáson nyert májusban a településen. A nyáron félpályás útlezárással tiltakoztak a lakók a forgalmas és veszélyes M49-es elkerülő megépítéséért is. A polgármester emellett elmondása szerint a közmunkaprogramot is átszervezte és gazdaságosabbá tette a településen. Földi István a vendégem, jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket! Milyen változáson tudott ez alatt a majdnem fél év alatt keresztül menni a település, hogyan tudná ezt jellemezni, összefoglalni? Én próbáltam néhány olyan jellemző gondolatot összeszedni a korábbi nyilatkozataiból, amivel azt akarta sugallani, hogy elindul egy fejlődés Kocsordon. A május 8-ai időközi választás óta folyamatosan ugye település történetében egy kis mentális változtatást kívántam belevinni település vezetőként. Elsősorban azért, amit kedves szerkesztő asszony is említett, hogy bizonyos hiányosságok voltak. Ezek a hiányosokat próbáltam küszöbölni, és most egy ilyen kis fölülvelő kis stratégiai pályázatoknak köszönhetően próbáljuk fejleszteni ezt a települést. Sok minden átalakításra került, és úgy néz ki, hogy ezek a kis átalakításoknak köszönhetően beindult egy kis mechanizmus ezen a gyönyörű kis szatmári településen. Milyen perspektívát lát ezen a településen, illetve mi mindenen kellett, vagy kell még változtatni Kocsordon, hogy élhetőbb település legyen? Az, hogy élhetőbb település legyen legfőképpen a kocsordi emberekért. Persze természetesen mindenkinek megfelelni nem tudunk, de azért próbálkozunk a társadalmi rétegnek, tehát nagyobb rétegnek megfelelni. Legfőképpen elsőként intézményeket újítottunk fel, nyugdíjas klub épületétől kezdve egy közmunkás bázis épületet hoztunk létre, valamint a polgármesteri hivatalnak az épületét is felújítottuk már, parkokat hoztunk létre. A munkatársai, mint jó, a közmunkaprogramban részvevő embereket, akik teljes mértékben építik fölfelé ezt a kis települést. Valamint különböző más rétegekbe is újításokat hoztunk, mint például a közösségi élet, a pályázati rendszer, tehát elég sok mindenben próbáljuk úgy, hogy ahogy mondta kedves szerkesztő az, hogy egy kis városiasodás felé induljon majd ez a település. Miért lesz jó az, hogyha több minden elérhető Kocsordon? Ugye Mátészalkától 5 kilométerre van ez a kis település, és gyakorlatilag, hogyha helyben nem lehet, vagy ugye mindenkit nem is lehet foglalkoztatni helyben, akkor Mátészalkára be tudnak járni az emberek dolgozni. Kocsordon mi mindent kell még megteremteni ahhoz, hogy egy fejlett, akár kisváros is lehessen? Elsősorban a pályázatokat kell figyelemmel kísérni, elsősorban a pályázatokat kell megpályázni és ezek által fejleszteni egy települést, mint ahogy a testületemmel nagyon jó munkakörben együtt dolgozva, mondhatom így, 4 nagyobb pályázatot adtunk be már polgármesterségem óta, ebből egyet már sikeresen meg is nyertünk, 9.272.000 forint értékben egy teljes körű konyha felújítás és eszközbeszerzésre, ami nagyon nagy dolog ennek a településnek a történetébe, de még ugye próbálkozunk egy óvodapályázattal, egy teljes körű felújítással, valamint egy az unitárius egyházzal egybekötve egy konzorciumi szerződést írtam alá, ami körülbelül olyan 130 millió forint értékű beruházás is lenne. És ez hol valósulna meg ez? Ez az unitárius egyházzal egybekötve, az ott lévő templom mellett lévő területen egy szabadtéri színház kialakítása, valamint egy történelmi kalandpark és játszótér kialakítása, és a gyönyörű művelődési házunk és a mellette lévő főparkunkkal egybekötve egy nagyon szép centrum alakulna ki a településen például. Bár így is az átmenő forgalom, ugye, ami hatalmas, az M49-es elkerülő hiányossága véget, de sokan megállnak itt a településen május 8-a óta és gyönyörködnek ezekbe a szép parkokba, amiket létrehoztunk és felújítottunk. Ez mind-mind közszolgáltatás, mondhatjuk így, és ezzel is növelik a komfortérzetét az ott lakóknak, vagy a helyben lakóknak. Ha már említette az M49-es elkerülő megépítését, ezért többször is szót emelt, akár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közülés tagjaként is. Így van, képviselőségem óta megyei közülésben többször is felszólaltam már az itt élő emberekért, nem kifejezetten a kocsordiakért, hanem ugye a itt érintő településeknek a lakosságért is. Kocsordon körülbelül naponta olyan 13.000-15.000 autó halad át, ez hatalmas szám, én úgy gondolom. Ahogy polgármesterségem meg is kezdődött, egyből meg is nyitottam egy demonstrációval, félpályás útlezárás. A helyi emberek érzik ezt legfőképpen, és az átmenők is. A főúton lakók legfőképpen,
nagyon rossz életkörülmények vannak, balesetveszélyek vannak, súlyos balesetek történtek már ezen az útszakaszon, és úgy gondolom, hogy ezért fel kell emelni a szavunkat. Nem egy politikai kampányfogással kell folyamatosan csak 4 évente ide visszatérni, igenis itt ezzel a problémával foglalkozni kellene, és igenis mindennünket ladba kellene vetni azért politikai meglévőség mellett, tehát pártálláson kívül minden egyes politikában szereplő embernek, hogy ezért valamit tegyünk. Milyen visszajelzést kapott ezzel kapcsolatosan? Lehet erre esély, hogy ez az elkerülő megépüljön? Visszajelzések alapján folyamatosan, hát elég rossz visszajelzéseket hallok, egy kicsit próbálják ezeket ugye kitolni ennek a megépülését. Hál' jó Istennek több politikai pártnak a vezetője is, ugye a térségben is, ilyen megyei szinten, akik szintén emellett vannak. A kormánypártiaknál is persze természetesen vannak olyanok, akik emellett vannak. Én úgy gondolom, hogyha összefognánk közösen, akkor minél hamarabb lehetne egy olyan lehetőséget hozni, hogy az itt élő emberekért, kb. 6 településnek a lakosságért tudnánk egy ilyen elkerülőt minél hamarabb akár megépítetni. Jó, egy picit térjünk vissza a helybeliek életéhez, és nézzük meg a közmunkaprogramot. Ugye én itt említettem a felvezetőben, hogy egy picit átszervezte, átrendezte, és gazdaságosabbá tette helyben. Mit látott, mire volt szükség? Elsősorban azért, hogy sokan meglepődnek azon, hogy ilyen testületüléseimen kisebb előadásokat szoktam tartani, legfőképpen ugye pedagógusként, hogy mit tettünk az elmúlt 2-3 hétben a kedves kis munkatársaimmal, és itt van az első idézője, hogy én a közmunkaprogramon résztvevőket munkatársaknak nevezem. Elsősorban a polgármester és a közmunkaprogramon résztvevő emberek közötti kapcsolat, személyes kapcsolat van közöttünk, én mindenkit ismerek, tudom jól, hogy kinek milyen erényei vannak, melyik részlegben tudjuk őket alkalmazni. Persze természetesen a futópályázatoknál, hogy hogyan tudjuk ezeket az embereket a szakmai ságuk alapján alkalmazni. Ami nagyon-nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy oda kell rájuk figyelni, emberként kell őket kezelni, eddig is úgy kezelték őket, de mégis azért oda kell arra figyelni, hogy a különböző juttatásoknál ne elfelé tudjanak a dolgok, hanem a település érdekére kell őket fordítani. Kicsit skót irányba is áttereltem ezt a vezényletet, tudunk spórolgatni is dolgoknál, például egy nap nem kell igazából elhasználni akár 80-90 liter benzint, elég 20 liter benzin is, és akkor ezek már olyan megtakarítások, amire azt mondom, hogy ezeket az összegeket például másra is rá lehet fordítani. És ilyenkor mondom azt mindig, hogy egy polgármester 0-24-be polgármester, és mindenre oda kell tudjon figyelni. Hát sajnos én ebben a részlegben tartozom, hogy mindenre, mindenhol szeretek ott lenni, még hogyha eldörren egy pisztoly is például, és akkor én ott vagyok egyből. És például részt veszek olyan dolgokban a kis közmunkaprogramban résztvevőkkel, hogy együtt éljük meg azt, hogy amikor az utolsó ecsethúzás van például a polgármesteri hivatalnak a falán, együtt vagyok velük, amikor az utolsó térkövet rakjuk le, együtt vagyok velük, amikor belegravírozzák az utolsó betonhúzalba a nevüket, hogy kik végezték itt a munkálatokat. És jó azt látni, amikor elkészül valami, hogy leülünk együtt, és gyönyörködünk benne, hogy mit tettünk mi meg Kocsordért. Tehát így éljük meg. Részben emlegettük a pályázatokat, hogy milyen pályázatok voltak eddig sikeresek, mit szeretnének még a településen. Ugye most nyílnak meg tulajdonképpen a 2020-ig tartó nagy uniós pályázatok, a területi operatív program, stb. Miből tud még Kocsord részesülni, és milyen pályázaton tud részt venni? Elsősorban a közintézményeket szeretnénk újítani. Hogyha sikeres lenne, akkor az óvoda pályázat lenne az, ami alapján fellélegezhetne ez a település egy ilyen nagyobb pályázati támogatottságnak köszönhetően. A továbbiakban a testületemmel beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy a jövőben milyen lehetőségek tárolhatnak még elénk. Augusztus 1-jel egy új jegyzője is lett Kocsornak, és ők még egyelőre ezeket vizsgálják, hogy milyen lehetőségeket tudnánk majd esetleg megbombázni ezekkel kapcsolatosan, de hála jó Istennek országgyűlési képviselők is segítik a munkámat, és elmondható az, hogy a továbbiakban is, amikben hiányosságok voltak, amikben hiányosságokat érzett ez a település, azokat próbálják elsősorban kicsit csillapítani, és olyan szférába beadni a pályázatokat, mint a nyertes konyha pályázat is, amely közel 10 millió forint. És egy 3000 fős település történetében ez elég nagy dolog, én úgy gondolom. Tehát mi tájékozódnak, illetve keresik van, az oltott pontokat, ami hasznára válhat a településnek. Köszönjük szépen, polgármester úr, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm is.